Szia, Hugo! Maradj, jó? Maradj itt! Ma mindenki tudja, hogy maradj, maradj itt! Itt a tyúk! Minden itt szeretettel köszöntünk! You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Sziasztok! Először néztük a Csitre, hányadik alkalommal? Igen, először hittem én. És miért jöttetek? Mit hallottatok a Csitre? Hát nagyon sok jót hallottunk és kíváncsiak voltunk, és eljöttük, hogy nézzük meg, hogy milyen. De nagyon pozitív energiákat kapok, és feltöltődök, és tényleg újult erővel térhetek haza. Nagyon jól érzem magamat, új barátokat lehet szerezni, új emberekkel lehet megismerkedni, és a problémákat el lehet mondani akárkinek. Az Reni? Filmezek. Filmezek? Ha? Hello. Mit csináltok? Dolgozunk. Nem akarok kritikus lenni, de az elég ferde. Persze. Nem. Persze. Egy kis múlva igazítás. Ezt is ferdé volt ferde? Nem. Tudtam ferdé. Ferdé raktad? Nem is így ragasztom. Hazudik. Ott a hibás. Na most kell volna, hogy nem jól van, azt vissza elveszel. Ikrek vagytok? Szia, várjál! Azt hittem, hogy szia! Amúgy van nekem is ikertesom, csak mi nem vagyunk ilyen hasonlóak. Olyan? Uh-huh. Én Marika. Szilik vagyok. Bocsánat, hogy nem mutattalak. A viszállnak. Fel kéne kell. Milyen egy kurva? Gyere, felhúzlak. Ilyen nagyobb? Gyere. Ilyen nagyobb? Az egészen! Cool in the cold in the hot weather, whether or never I ever understand I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith and a life I never known to touch. And still I saw my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. Miért is szerzetesítmányos? Én nevemben tudom ezt elmondani nekem azért, mert én úgy érzem, hogy megtaláltam azt az utat, amit nekem be kell járni, és én így vagyok boldog. Igen, ezt látom. Hát ezért is jó szerzetesnek, mert néha egyedül tud maradni az ember. Hát egyedül hagyják. De azért is jó, mert hát tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét. Tapasztalom azt, hogy jó Isten számára így is, vagy így főleg fontos vagyok. És az is, hogy talán a szerzetes állapotomban tudok szolgálni másoknak, embereknek, testvéreiknek. Mit vártok a Csittől? Hát én személy szerint azt várom, hogy egy hetet Isten közelben éljek, és sok szeretetet kapjak a társadalomban. Programból mi az, ami felkeltette az érdeklődésedet? Mit tartasz így előzőleg érdekesnek? Hát személy szerint a tánc estet tartom nagyon érdekesnek, mivel nagyon szeretek táncolni, és a személyiség is érdekesek lesznek szerintem. Várom a kis csoportos tevékenységeket, mert tavaly az nagyon jó volt, aztán különböző
koncerteket, műséket. Az ilyen dicsőítések szoktak nekem tetszeni, amikor egy szálgitára valaki feláll a színpadra, és énekelünk, és mindenki jól érzi magát. A szentségimadást szeretjük, meg a koncerteket, az előadásukat, szóval tényleg mindent várunk. Fotót is szeretnénk. Szerintem nem fotó. Bocsánat, mindjárt téged kell gicceljenek, ugye? Anyaka már túl jól ismer. Hogy tudod ilyen, ennyire megemelni a szemöldöködet? Ennyire? Jó, azon. Nem szabad. Szevasztjük! Sziasztok! Nagyon jól érzem magam. Köszönöm szépen. Testileg, lelkileg igazán feltöltöttem. A tegnap este hogy tetszett? Milyen volt? Tegnap este nagyon-nagyon jó volt. Vendég volt a Four People One Pack zenekar. Ők csináltak egy ilyen jó kis hangulatot. Azok amellett meg ugyanúgy elmélyültünk lelkileg is, úgyhogy... Sziasztok, Gabec vagyok, vicces és házas. Énekkel fogom dicsérni az urat. Gábor Leventének vagyok a komája. Megmondtam, azért szeretem a házasokat, mert a házas élet az, hogy lehet mindenkivel szabadon beszélgetni, mert mikor már félreérteni, akkor felmutatod, hogy gyűrűcs. Ez van, és akkor nem...